a Millás reggeli, a 90.9 Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Szép napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Nács Gáborral. És Gede Balázsra. És 063020909-re érkező üzeneteinkkel. Azt írja egy kedves hallgató még az előző körhöz, hogy a Nagymaros Juliánus kilátó álom a körpanoráma. Általában hogy ott is jó sokan lesznek a Dunakanyagos. Igen, szóval igen. Ezt, ezt, sokan, ezt, sokan, tudják, de akkor is érdemes, mert tényleg igen. óvatosan a kerülgetve az embereket azért biztosan. Na, most. mi van a légi iparban, vagy a légi utazásban? Úgy néz ki, mint hogyha májusra már így ezek a oltási igazolásos foglalások, repülőutak, ezek, ezek rajtra készen állnának. Már most volt szignál? Nem. Mennyi eszed van? Hát, <síns> hogy <síns> <síns> Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is A millás reggeli utazási rovata következik. It's my a rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan. Szépen süt a napnál, egy kicsit már így a hétvége be, beficcent. Csak emiatt lepődtem. Kicsit, kicsit sürgetem már így az óra végét, ne haragudj, érte? De ez semmit, semmit nem változtat azon a problémafelvetésen, amit elkezdtünk. Tehát, hogy itt a vakcina útlevél egyre inkább úgy néz ki, hogy egyre több ország Igen. elkezdi bevezetni és várja a turistákat. És van egy óriási dilemma. Hogy? Mit jelent? Mit jelent az okos utazás per pillanat, mondjuk a következő másfél hónapra? Az, hogy eszedbe se jusson, és maradja fenekeden, és, és ki se a lakásból, és felejtsd el, vagy azt, hogy Európa legdurvábban fertőzött állama leszünk napokon belül, innen, ha bárhova elmész, akkor azzal mindenki jól jár, te is, ha mondjuk elmész egy teljesen tiszta helyre, mert van egész sok Európában, meg itt is mindenki, mert már terem vagy kockázat, hogy esetleg tünetmentesen fertőzöl. Tehát állam is jó jár az emberek is, meg te is, hogyha eltekelsz innen. És akkor most melyik? Vagy, hogy mindkettő. Vagy hogy. Ugye, ez egy. Azért is teszem fel ezt a kérdést, mert most hirtelen elkezdtem ezzel kapcsolatos kérdéseket kapni. Tehát az ismerő, ismerősi körből, ha nézem a reakciókat, akkor tényleg az van, hogy figyelj, nincs valami. Le, le lehet menni még húsvétkor valahova. Nem jutott volna eszembe, de látva, ami itthon most van úgyis csak tesztel lehet utazni, úgyis, úgyis szeretnék csináltatni tesztet magamról mondjuk pár hetente, biztos, ami biztos, azzal meg, ha el tudok menni egy olyan helyre, ahol elbújok a napon, akkor miért ne? És úgy szaporodtak ezek a kérdések. Ugyanakkor az is, felejtsd el, legyünk túl rajta, bekeljük ki, én ezt is abszolút megértem, mind a kettő amúgy biztonságos dolog, és pedig, pedig a, elvileg a két végletről beszélünk. Szerinted? Nem tudom, én ezt nem, tud, nem én tudom. Nem tudom, egy egyszerű. megfejteni, igen. vagy megválaszolni, igen. Na jó, minden esetre megválaszolom, hogy a második kérdést illetően. Elvileg, ugye, mitől függ, hogy tudunk-e utazni, hogyha már úgy döntünk, hogy akarunk, akár most amiatt, hogy elmeneküljünk a járványáról, akár másmilyen okból, csak mindegy, hogy miért. Orsz saját országunk szabályozása, érkezési ország szabályozása, illetve a járatok. Három dolgon múlik. Magyar szabályozás változatlan. E igazából van egy hazaérkezésnél nagyon szigorú karantén szabály, de amúgy lehet utazni, tehát igazából nincs e erre vonatkozó tiltás. Ellentétben Európa néhány országával, ahol konkrétan azt mondják, hogy nem lehet, a britek sem utazhatnak elvileg, egészen konkrétan május 17-ig egy négy lépéses nyitási folyamatnak a harmadik szintje lesz az, amikor azt mondja a saját polgárainak a a brit állam, hogy onnantól kezdve lehet utazni, ezért aztán minden utazási iroda és minden utazási szolgáltató készül, hogy május 17-től ki fognak pörögni, és azonnal mindenki megy, amerre tud. De mondom, van még pár ország, ahol, ahol nem ajánlott, ahol van, ahol nagyon nem ajánlott, van, ahol a szabályokkal próbálják ebbe az irányba terelni az embereket, de egyáltalán nem tilos Magyarországon, elvileg lehet. Érkezési ország, Európa, ezt már átbeszéltük, elég sok ország, váltóvatos szigorítások mindenhol, és persze azok az országok, akik leginkább a turizmusból élnek, náluk a legkisebb, a szigor, a legkisebb szigor azt jelenti, hogy hogy minimum tesztet kell vinni, vagy még emellé tesztelnek is a reptéren, tehát nagyjából ez a protokoll állt be az elmúlt időszakban. És majd mi lesz a nyári protokoll, akkor arra rögtön átérek. Azzal kapcsolatban is volt néhány érdekes információ, de ha valaki konkrétan tényleg rövid távon akarna menni, akkor a járatok kérdése is fölmerül, mert pont húsvét elé esik a menetrendváltás. Ugye azért is kaptam kérdéseket, hogy gyerekeknek be tudom izítani az internetet a tanuláshoz, úgyhogy akár el tudunk menni korábban is, nem csak a tavaszi szünetbe, úgyhogy húsvétra már hazaérjünk amikor mert azt már itthon töltenik, hogy inkább korábban indulnánk. A korábban indulás az azért nehéz, mert akkor még nincs repülőjára, tehát a, a menetrendváltás környékén indulnak el, de kevés útvonal. A vízernek most ma indul Tenerife, újraindul, ugye ez bezárt ősszel, néhány járat elment a téli szünet környékén, aztán újra leállt, és most a mai naptól újra van Tenerife. A másik, ami indult volna, arra majd visszatérek, mert el a végül, az Izrael egy érdekes kérdés, pont azért, mert egy tegnapi friss bejelentés az, az, együtt, az a megállapodás, amit Magyarország és Izrael kötött, amit a miniszterelnök írta alá Jeruzsálemben tegnap. Az, tehát van most hat útvonal, tíz fog újraindulni március legvégén, tehát az a tavaszi szünet előtti hétvége, oda a nyári menetrendváltás, és akkor fog újraindulni 10 útvonal a Vizernél, 14 fog újraindulni a Ryanairnél, de hát ez még egyáltalán nem biztos. Két héten belül lehet nagyjából biztosan mondani, azon belül már nem szeretnek törölgetni, mert akkor már fizetni kell kártérítést, hogyha törölnek, és igazából nem hatósági zár, vagy ilyesmi miatt törölnek. Persze vannak határesetek, friss hír, Olaszországban megírom a járványhelyzet, ott Magyarországgal ellentétben, amikor romlik elébe mennek, még mielőtt berobban, tehát még nem várják még, amíg berobban, és akkor szigorítanak, hanem most hirtelen nagy lezárásokat jelentettek be Olaszország nagy részén. Úgyhogy az a furcsa, hogy Olaszországban vannak sárga részek az európai térképen, tehát vannak egész jó területek, de most elég sok részen nagyon komoly lezárások, és konkrétan városból sem mehetsz ki, tilalmak, és boltzárak, iskolazárak lépnek életbe. És mondjuk vannak olasz útvonalak a Ryanair menetrendjébe, hogy akkor ha ezt törli két héten belül, akkor ez valószínűleg már Viszmajornak minősül, de ez egy tárolás megjegyzés volt, csak vissza az útvon, az Ryanairnél elvileg indul, tehát most papíron úgy néz ki 14. Miután most négyel van több a vízernek, és négyel, több indul a Ryanairnél, elvileg, hogyha mindenki megcsinálja azt, amit most a menetrendjében bent tart, akkor pontosan ugyanannyi útvonallal fognak szolgáltatni majd áprilistól. Tehát lesznek újraindulások, viszont ezek mind ilyen heti egy vagy kettő járat, ilyen nagyon-nagyon-nagyon minimál újraindulást terveznek, és ezen a húsvéti szünet sem, ebben a húsvéti szünet sem volt ebben különleges, tehát igazából mint nem voltak plusz járatok. Londonba, Eindhovenbe kicsit több, a, nagyobb a sűrűség, ami amúgy is működik, de utána a heti egy-két járat lesz jellemző igazából egész áprilisban, mielőtt további újraindulások várhatóak. Tehát ebből lehet szépen kikockázni, hogy nyilván, hogyha meleg helyre készülünk, akkor tenni fel, ami adja magát, és Izrael azért kérdés, mert ott már nagyon jó idő van, és tegnap ebben a bizonyos megállapodásban, amit említettem, az van, hogy az Izrael által már több országgal is aláért megalapodásba beszállt úgymond Magyarország, és kölcsönösen elfogadják egymásnak a vakcina igazolványait arra, hogy korlátozásmentesen beléphessenek egymás állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy nem teszt, hogy test sem kell, és karanténba sem kell vonulni azoknak, akik megkapták az oltást, de mire ez még életbe lép, ezt még azért le kell papírozni, az még idő, ráadásul Izrael ettől függetlenül, hogy már vannak ilyen megállapodásai különböző országokkal, ez felülírja az, hogy ő még nem nyitott ki. Mindig ígérgetik, hogy most már csak pár hét és kinyitnak. Az utolsó alkalommal uh, úgy döntöttek, hogy egy részleges nyitást csinálnak, már mint a határokon, amit érdemes elválasztani a belső nyitástól, mert ez egy külön dolog, tehát a határokon csak izraeli állampolgárokat engednek be. És korlátozott számban. Ez volt a pillanat, amikor például a vízre azonnal törölt el. Indult volna már újra a Tel Aviv járat, de hát ilyen feltételekkel nem lehetett. Úgyhogy ez a, amikor két héten belül is töröl, de ez maximálisan érthető. Ott már az átoltottság nagyon nagy Izraelben, és nem lehet tudni azt, hogy mikor lesz az, amikor úgy érzik, hogy most már beoltott külföldieket is beengednek, de a terv azért kötik ezeket a megállapodásokat, hogy akkor ez így maradjon. Belül pedig igen, ők nem foglalkoznak azokkal az aggályokkal, amelyek Európában, Nyugat-Európában fölmerültek, hogy az oltási igazolvány, illetve konkrétan az átoltottság, itt ahhoz, ahhoz lehet-e kötni előnyöket, mert az akkor a diszkrimináció. Ők ezt megoldották, simán kötik, nem foglalkoznak igazából vele, tehát most akik már beoltottak és megkaptak erről az igazolást, ők már mehetnek konditerembe, mehetnek étterembe, tehát a belső nyitás az folyamatosan zajlik, és akkor ezt társul az a bizonytalanság, hogy mikor engedik be a külföldieket. Lényeg az, hogy Magyarországgal is megkötötték ezt a megállapodást, tehát abban a pillanatban, hogyha Izrael nyit, és ezt a szerződést ratifikálják, és illetve kihirdetik, bekerül a két ország jogrendszerébe, onnantól kezdve lehet majd menni. Mindenkinek, aki beoltotta magát Izraelbe korlátozás nélkül. És innentől már átérhetünk akkor a nyári tervekre. Jelenállás szerint ugye a járvány lefutásával kapcsolatban beszéltünk Weihart Attilával. Most nagyon-nagyon súlyos a helyzet, a legfrissebb szám is elképesztő, de hát ez várható volt, ha nem is 9000-es a növekedésnek a a növekedési ütem lassulásával számolva egy nagyon 8,5 at vártam volna, de ezek szerint ez most rosszabb volt a vártnál, viszont tényleg ér érdemes heti átlagot nézni, és hát a heti szinten azért így is az ütemben csökkenés lesz, és a következő hetekről meg ugye beszéltünk továbbra, és azt valószínűsítetjük, hogy nagyjából májusra lesz már az átoltottság akkora, hogy többekben reálisan fölmerülhet. Két és fél millióan most is mehetnének jó néhány országba, ahol elfogadják vagy már tervezhetnek, mert el fogják fogadni a vakcinigazolásokat. A európai feszültség az továbbra is tart, tehát élesen eltér az álláspont a mediterrán országokban, ott, ahol a turizmusnak jelentős szerepe van a GDP-ben, jelentős arányt hasít ki. A GDP-ből ők vadul nyomják azt, hogy legyen igazolvány, ha nincs, akkor ők elfogadják egyenileg. Európában, főleg Németország, Franciaország azt mondja, hogy hogy csak lassan a testtel, ezzel nem szabad sietni, azt sem tudjuk még tudományosan, egyáltalán nem alátámasztott az, hogy aki beoltott, az nem is tud fertőzni. Erre a déli álláspont, ami így van egyébként, jogos, a déli álláspont az, hogy emellett mi föntartjuk a szigort a tekintetben, hogy a távolságtartás és a maszk, és így ez már együtt biztonságos utazást tesz lehetővé. Tehát ellentétes az álláspont a küldő és a fogadó országokban, és akkor ott van még maga az Unió, amelyik húzná az időt, hogy itt erről európai közös álláspont legyen, majd megbeszéljük, megoldjuk, viszont annyira fölgyorsítják a déliek, hogy akkor elkezdenek egyénileg szerződéseket kötni különböző országokkal, hogy erre azt mondja Brüsszel, hogy akkor ezt nem várhatjuk meg, és akkor inkább koordinálunk, és ezért is haladt előre ez a közös európai akcina az ügye. Nagyjából megvannak már az időpontok is, hogy ki mikortól fogadja el. Május 1-től lényegében Ciprusra lehet menni beoltottaknak, illetve ők kinyitják úgy majd a határt jelen állás szerint, legalábbis ezt jelentették be, hogy aki beoltott, illetve negatív teszttel is lehet majd menni, föntartva a jogot arra, hogy próba hogy hívják ezt a próba szerűen, igen, próba szerűen azért kiemelnek a repteren, és akkor cigának és egy gyors PCR-tesztre beletúrják a pálcikát az orrodba. Szóval akkor ez benne van a pakliman, ezt mindenki, a görögök is hasonlót mondanak, el fogják fogadni a, a vakcina igazolást, nem Európából, de PCR-tesztel is lehet menni és azzal még nem tudni pontosan mennyi, de ilyen fél év körül, vagy kicsit kevesebbre az átesettségi igazolványt is fogják fogadni, tehát nagyjából azonos feltételek néznek ki. Nyára Spanyolországban is bejelentették, ők a brit nyitáshoz időzítenek, tehát ők május közepét mondják, addig úgysem mennének sokan. Ciprus is azt mondja, hogy igen, hát például hogy a britek jönnek nagy számmal velük, akkor külön tilt kötünk, de a lényeg az, hogy ezek a fő fogadó országok, ahol már a tavasz is meleg, és már tavasszal is nagyon sokan mentek turistáskodni, tehát Ciprus, Görögország, meg a britek kedvenc célpontja, a Spanyolország egész konkrét tervekkel rendelkezik arra, hogy akkor a nyitás az, az, az milyen legyen, és az oltást el fogják fogadni a belépéshez de föntartják a jogot arra, hogy azért szuropóba szerűen ellenőrizenek, viszont azért ez már teljesen más, mint hogy neked kell elmenni előre tesztet csináltatni, ott, ha kikapnak, az már nem a te költséged, és az még nincs megadva, hogy ha, ha ilyen történik az eredményig, akkor mozoghatsz, vagy nem mozoghatsz, ilyen részletkérdéseket kell majd még tisztázni, de azért nagyjából látszik, hogy milyen feltételekkel lehet majd utazni. Az volt egy nagy előrépés, és magyar szempontból érdekes húzás még. Ugye múlt héten még arról beszélgettünk, hogy na vajon elfogadják, hogy a a magyar, a keleti oltásokat, vagy nem, úgy tűnt, hogy nem. Tehát a jelenlegi szabályozásban, aki oltást elfogad, annál benne van, hogy európai. Viszont hirtelen most a hét elején eh, olyan lapértesülések jöttek, hogy az új uniós tervezet már el fogja ismerni a bármilyen oltást, amit az adott tagállamokban jóvá hagytak, és ez lehet tagállami jóváhagyás is, és uniós jóváhagyás is, hogyha ez így lesz és ezek alapért, Már a Bloomberg értesülések és ő ezért általában egy megbízható hírforrás, akkor tök mindegy lesz, hogy kínaival oltatjuk magunkat, vagy egyáltalán miért kap, milyen jut nekünk, akkor lehet majd Európában belül utazni, tehát ez most a, a legfrissebb és, és legérdekesebb e tekintetben. Tényleg sokaknak, sokak, nagyon sok ismerősöm fázott a kínaitól, és fontos szempont lett volna a döntésben, hogy akkor hát most nekem bírok még várni két hónapot, és akkor azt mondom a kínaira, hogy nem, aztán majd akkor megvárom, talán majd úgyis is lesz Pfizer, sokan nem kérik, stb. stb. Most látva, hogy mennyire durva ez a harmadik hullám, és mennyire fertőzőképes, meg mennyire a fiatalokat kapja már el és juttat, nagyon súlyos állapotba, sőt életveszélyes állapotba pár nap alatt, az is megváltozott a véleménye, és teljesen háttérbe szorult érthető módon az, hogy éppen melyikkel hogy lehet utazgatni majd, és most már inkább sorba állás van a, és nagy várakozással az oltásokkal kapcsolatban, de a lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, jelen állás szerint jócskán megnőtt az esélye, hogy bármilyen Magyarországon felvett oltással lehet majd beutazni korlátozás nélkül, illetve nyilván a szerű ellenőrzés az ott lesz mindenhol, de hogy a nyári terveket ez nem befolyásolja, úgyhogy lemondható jegyekkel érdemes tervezgetni, álmodozni a nyárról is szerintem. Oké, okay, akkor folytatjuk a hírek után, mert hallgatók is érdeklődnek. Több dolog felől is nyári Santorini járata megmaradhat-e a hallgatónak a vizernél, vagy mi újság az áprilisi Göteborgi menetrenddel, komolyan vehetőe? és egy hallgató azt is írta, hogy mindenki maradjon otthon, amíg nincs vége a járványnak. Gábor, ne propagáld az utazást, kérlek. Erre most ne válaszolj, ne reflektálj, mert az hosszú lesz. Hírek hát után... Ezt nem válaszoltam erre, igen. igen. Igen, igen, Hírek után akár ezzel is mehetünk tovább, de az említett hallgatói kérdésekre mindenképpen választ keresünk. Ácsiz Indier, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az Okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan.